bizonyság. Üzen árasztalak. Vadok, madarak most társat választunk. Körül égen, földön gyürkőzik az élet. Tavaszi fűszer száll. Vérszaga a szélnek. Véré, mely élvezni nemzeni külemlik. Gyönyörű véré, mely szelíden kiemlik. Erő ágaskodik, ölelve meg ölelve, részek ködben úszik minden, ami közel. Azt tudja, mi a test, aki árnyat ölel. Meg tudja, mi a test, ha éjszaka rettek, hol van most az asszony, kit ősszel temettek. Komor olvadáskor vakult rideg órán látja befolyni a vizet koporsóján. Azt tudja, mi a test, aki külön-külön merengel egy bokán, egy hajfürtön fülön. Nem játszik már rajta kor a tavaszi fény, mi maradt barna szeme helyén. Egy pece szót mormol, de senki se felel. Azt tudja, mi a test, aki árnyat ölel. Ifjú nő a sírban, ifjú rigy az ágon. Tavaszi szél fújja virágon, virágon. Tavaszi szél messze földek illatával csábított hajdan most. Fiatal halállal. Jobb volna sötétbe elomolni, mint te, hullani a mélybe, te veled egy szintre. De az a forma, mely oda lenne nyészel, ragyog ide fönt is, örökepedéssel. Fű, fa, virág, tavasz színe tőle közel. Azt tudja, mi a test, aki árnyat ölel. Azt tudja, mi a test, aki szenved vele. Te tudod, Istenem, szenvedés Istenem. Te tetted, a lélek jogát el nem veszti, bár a tavaszi szél vérszakban kürözti, kezed alkotását szeretni se bűn még. Mielőtt a földről végképp tova tűnnék, alkonya rózsaszínét, reggel kékjét, zöldjét, az embert, akinek testét itt felöltéd, amit teremtettél, szereted, szeretted akkor is, mikor már vitted a keresztet, szeretted akkor is, mikor már szögeztek, szenvedés Istene, te tudod a testet, s amióta láttam, miért te a váltság? Elhiszem már én is test feltámadását. Nekem is az kellett, mint régen Tamásnak, hogy hitetlen ujjat drága sebbe mártsak. Megtanultam én is, amióta láttam édes dacos arcát feketedni lázban. Így szállt el a lélek. Utána azonban felragyogott a test bátor nyugalomban. Elárvult testének büszke biztonsága, mosolyogva indul sírba, őszi sárba. Mosolyát őrzik az újuló kikelet, hegyek, habok, hosszú útra hívó szelek, tavaszi szél zendül, mintha az az angyal szólana belőle vad tavaszi hanggal, aki rég a nőknek, amikor kerestek, s nem lehetél fűszerrel kenegetett testet, kiáltott. Most nekem zenél, zú, zizeg. Holtak közt az élőt, miért keresik? Hol van most az asszony, kit ősszel temettek? Csak te tudod, aki vitted a keresztet vérben, verítékben, koponyák helyére,
felzsendülő fűben, felzendülő szélben. Tudom halálodat ő érte, én értem dárdának dúlását, tavasz gyors múlását, szép erős ifjúság hirtelen hullását, keresztre feszülni, borulni a rögre. Aki elveszíti, az nyeri örökbe. Kereszten, olajban, vérben a szentsereg. Bűnhődik a földön, aki nagyon szeret. Tavaszi szél fújja hozzá a szép hitet, szétomló testünket szebben megépíted. Engem is merítsél, bár el is veszítsél a vérszapa, melyet hordoz ez a víg szél. Virágzó sebedet ültest el testemben, s áldani foglak majd csúf örgő estemben, szomjazó, bomlasztó gyönyörűség, jövel. Azt tudja, mi a test, aki árnya tőle. Mi a test, aki szenved vele, állítja Vas István kötetünk nyitó versében, és az antológiában sorakozó művek mind megerősítik és tovább tágítják a gondolatot, mintha azt mondanák, igen, a szenvedés igaz, de az is tudja, mi a test, aki életet ad, aki gondoskodik a másik testéről, aki megfigyeli, leírja, becézi, megsebzi, temeti, ki a maga módján ismeri meg a testet. Ezek a személyes tudások talán csak egy pontban találkoznak. Minden versben és képben, kimondva, megjelenítve, vagy szavak és formák mögé rejtette, ott bujkál a testtől elválaszthatatlan lélek. A lélek is testben öleli társát, írja Szabó Lőrinc, és most, amikor már látom, hogy az egymás mellett álló művek olykor szívbe markolóan válaszolgatnak egymásra, hogy József Attila fiatal asszonyai gömbölyörnek, Márti vízpartján, hogy Radnóti rémek útjáról álmodó férfia megjelenik Ámos Imre képén, hogy Takács Gyula fogfájása tükröződik Anna Margit festményén, és Nemes Nagy Ágnes halottjai hevernek Medgyászki sárgásbarna mezőjén, úgy tűnik az egymást ölelő lelkek is testet öltenek, élő és organikus könyvtestet, amelyet az olvasók mindig új értelmezései éltetnek. A Liget korábbi hasonló antológiái, a Verses Öröknaptár, a Vigyélát révészem és a Fénycsóval lobbant más-más vonalat követ. Ott az idő, a víz, a fény a már nem élő magyar költők és festők műveinek fő témája. Jól ismert művek és elfeledett vagy ritkán idézett versek, sokszor látott képek és szinte ismeretlen festők alkotásai kerültek ebbe az antológiába is, és kirajzolódik valamiféle ív is, mint sokat próbált öregember tenyerén, az élesen húzódó életvonal. A kötet feltámadástól feltámadásig követi a test formálódását, és közben megjeleníti a várandóságot és a születést, az arcot, a kezet, szakát és bokát, a test örömeit és fájdalmait, a szerelmes vágyat és az éhséget, a kielégülést és a halált. A teljes utat, teljességigénye nélkül, a szerkesztők egyéni ízlése szerint válogatva. Az antológiát értetelő költők, írók, irodalomtudósok, akik elemző gondolatokkal, elmélyült magyarázatokkal, értő megjegyzésekkel segítik a művek mélyebb befogadását, gyakorlatban bizonyítják, hogy azt tudja, mi a test, aki külön-külön merengel egy bokán, egy hajfürtön fülön. A téren és időn átívelő közös merengések előtt hadd szólítsam meg Osztolányi soraival az olvasót. Most a kezed kell. Nincs kéz a világon, mint így szorítanék. Egy kézre vágyom. Az éjjel át most, tégy akármi vár. Gondolj rám, és vessze útjainkra, s mondd, ki lehet, aki a verset írta? Ki az a testvér, és neki mi fáj?
és uraim, kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat a Liget folyóirat, a Liget műhely immár hagyományossá vált csodálatos estjén itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Harmadik ilyen kötetnek adunk most helyet, amelynek kis felvezetőjét engedjék meg, hogy megtartsam. És egy direkt egy másik idézetet választottam, mint amelyek a kötetben találhatók, hiszen azokat olyan csodálatosan magyarázták a szerzők. Eszterházy Péter harmónia celesti szépről olvasnék egy kis részletet. De az igaz, hogy a testet nagybecsben tartotta, a magáit is, a másokét is. Nem osztotta föl az embert testre és lélekre. A testet az emberségünk megtestesülésének, vagy még inkább címerének tekintette, vagy cégérének, a cég táblájának. Vajon nem a testünk-e az, melyet időnk javát töltjük? Belebeszélünk nap-nap után, és miről? Nem másról, mint a halálról. Mert mi más volna a test története, mint az ülés története, a romlásé, a rombolásé? Mi más volna ez az út, mint a lefelé? Lefelé a halálba, így gondolta édesapám. Nem az ész a gondolat, nem is a lélek, csak is a test emlékeztet minket a halálra, az elmúlásra, hisz ő az, ki látványosan múlik el. A test az őszinte hűtárs, ki minden pillanatban figyelmeztet, így gondolta édesapám, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Ez az idézet jutott eszembe, amikor a kötet bemutatójára megkaptuk a meghívót. A korábban már, mint ahogy említette Judit, megjelent antológiák közül, a Verses Öröknaptárt kivéve, a Vigyél át révészem és a Fénycsóva lobban című meseszék köteteknek adhattunk otthont itt ebben az épületben, amelyen legalább olyan sokan voltunk, mint ahogy most ugyanilyen nem látok, de mint annyira vagyunk. Mindez azt jelenti, hogy Levendel Júlia, Horgas Béla és Horgas Judit által kigondolt, megálmodott tematikus kötetek a válogatás sokszínűségével, a nagy művészettörténeti háttértudással vonzák a közönséget, és az olvasók szívesen kalandoznak az irodalmi szövegek, képek és a hozzájuk fűződő értelmezések, kommentárok, jegyzetek gazdag erdejében. A korábbi kötetek az idő múlása, a vízéltető és pusztító ereje, a fény földi és földön túli ragyogása, az előző kötetek témája volt, mindezek az embertől függetlenül is létező tartalmak megítélése, különböző korokban számos szemléleti változáson ment keresztül, érzékelésük sokféleképpen hatott az írói és művész világ képviselőire. A mostani antológia a Testetől című, amelyhez is azt gondolom, hogy majd Levendel Júlia esetleg fog szólni erről, egy tematikus Liget folyóirat szám is készül. A korábbi elgondolás nyomán a testről szóló határtalanul gazdag irodalomból választ néhány kiemelkedőt, társít hozzá a szövegben megjelenő testtartalmat érzékeltető, érzékítő, felerősítő, színeket hordozó festményt, illetve szubjektív kisesszét magyarázatot. Mert magyarázat néha kell, mert a testetölt jelentése és jelentősége rendkívül gazdag, hogy valaki valami megtestesít, vagy testé válik, felkörpen vagy leibhaftig, németül szó szerint sem ugyanaz, hogy valaki valami testet ölt, valóra válik, létrejön, megszületik, realizálódik, beteljesül, keletkezik, létesül, megvalósul, megalakul, csak egyfajta részjelentése a testet ölt oly sokoldalú értelmezhetőségének, annak a több lépcsős tapasztalás folyamatnak, amelyet magunkban érzünk, másokon látunk. Az emberi alakon, azaz a testen, az arcon testet öltett a szomorúság, a gyász, a szerelem, az ifjúság, a mámors, az érzések és érzékek is nyomot hagynak a biológiai lét által formán test fizikai valóságán, a gesztusokon, a mimikán, a mozdulatokon, a tartáson, mindenhol. A jelen kötetet olvasva a befogadó átszűri magán a testi tapasztalat nyelvben, szavakban öltött és festett képeit, az elvont képiség testet öltő valóságát. A közölt szövegekben a testi öntapasztalat és mások testében való feloldódás lírai szárnyalást kap, a materialitás és metafizikus megközelítés egyaránt kellő súllyal beszél arról a fizikai térről, amely Szabó Márcia megfogalmazása szerint akaratunkon kívül képes igazságot megfogalmazni rólunk. Nagyon nagy örömmel néztem át, még nem a kötetet, mert ezt csak ma kaptam meg, hanem az előzetest,
és nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik a kötetet ma este be fogják mutatni. Elritók Nórát, aki Berettyóújfalról érkezett, és a hátrányos helyzetű gyerekek művészeti oktatását végző Igazgyöngy Alapítvány, az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szilágyi Ákos költőt, műfordítót, kritikus esszéistát, és végül pedig engedjék meg, hogy kiállítások gyakorlójaként ne felejtsen el megemlíteni a tartalom mellett a kötetnek oly gyönyörű formát adó tervező grafikust, László Csabát. Nagyon szép estét, mondhatnám jó szórakozást, elmélyülést kívánok a Liget hamarosan testetöltő kötetével. Köszönöm szépen, meghallgattam. Azt hiszem, épp abban a korban és helyzetben vagyok, mikor a kötet legtöbb verséhez, festményéhez, gondolatához tudok kapcsolódni, talán most érnek el és érintenek el mélyebben. Mindenki találhat persze a saját életéhez, személyiségéhez, munkájához kötődő gondolatokat, próbálom most kiválasztani a számom a legközvetlenebbeket. 53 évesen már sok minden megadatott nekem ahhoz, hogy értsem, mi a fontos és mi nem. Megadatott a szerelem, a társ, az anyaság. Szülhettem, és ezzel kötöttem igazán magam az élethez, hiszen a saját születéskor még tudattalanul, passzívan veszünk részt a megtörtént természeti folyamatban. Szültem gyereket, temettem szülőt. A koromból adódik. Ilyen az élet rendje, ritmusa, már nehéz elfogadni. A végét meg egyáltalán nem tudom befogni. Olvasom itt is a költő közelítéseit, szoktatom magam a gondolathoz, de megtapasztalva a test változásait, elrémülök az idő múlásától. Szorongva figyelem, ahogy a vége felé felgyorsul. Most értem a fontosságokat, amikor részesen kevés idő marad rá. Képzőművészként olyan menedéket is kaptam az élettől, amit csak a művészet adhat. Amivel könnyebb és nehezebb is. Hiszen bezárkózhatom a magamnak épített világba, ahol úgy érezhetem, védett vagyok. Ugyanakkor látom, hogy a magam állította korlátok között sokszor csak tovább kínlódok, küzdve önmagammal. A képek a művészek lelkének, testének, életének lenyomatai. A jó kép személyesen zárt és mások felé nyitott egyszerre. Pillanatot ragad meg, és az időtlenség síkjába emel. Az antológia páratlan képválogatása is ilyen. A versek mellett a festmények párbeszédre készítetnek, segítve, hogy újabb és újabb rétegeket fejthessünk fel mindegyikből. Hogy egyre jobban megértsük személyre szóló üzenetüket. Hagyjuk, hogy átszűrődjön rajtunk, megindítson, és egyetemessé váljon bennünk egy-egy természetes emberi érzés. Hogy megnyugtatóan jelezze a magunk sebezhetőségével, kétségbeeséseivel, átélt keserveivel, mind összetartozunk. Ki ne látná ezeket például Anna Margit festményeim? Nekem a munkámban is segít a kötet, és ez a munka életem fontos rétege. A művészeti tevékenységből kiindulva próbálok utat mutatni azoknak, akiket a nyomorúság magába zár, és generációk óta egyre jobban belegabajodnak a szegénység és kivetettség hálójába. Ezeket maguk is szövik, mert nincs átörökített tudásuk másra, de egyre erősebben szorítja őket a politikával vezérelt többségi társadalom. Értük dolgozom, és velük. A szegregátumokban élőkért és élőkkel, akiknek teste ugyanolyan, mint az enyém, ugyanúgy szeretnek, szülnek és temetnek, mint én, vagy bármelyikünk. Akiknek lelke néha különlegesen tiszta, máskor érthetetlenül sötét, mint mindannyiunké. Velük élem a mindennapok eseményeit, örülök az újszülöttnek, temettem már velük gyereket és szülőt, átérzem a gondjaikat, és szeretném, hogy esélyt kapjanak. Tőlünk. És azt is szeretném, hogy képesek legyenek élni vele. Velük lenni, megérteni a miérteket az életükben, megtartani és megváltoztatni őket ebben a megbolondult, zavaros világban keserűen nehéz. Megtartani őket cigányként, de megváltoztatni a többségi társadalom befogadásáért. Miközben a befogadás képessége a többségnél is hibázik.
Az antológia történelmi terheket idéző borzongató versei, mint Zsidajemő drótok között, vagy Pilinszky francia fogat című verse és a rárezdülő képen, például Mernyászky festményei mind megerősítenek, hogy tenni kell tovább önként vállalt dolgomat. Mert ami ott a történelem volt, az a napjainkat is megtöltheti. A szegénység, a kirekesztettség, a gyűlölet ma is lappan, és a bűnbakkeresésben mi mindig nagyok voltunk. Számomra sokáig a történelmi könyv lapjain létezett mindez. Aztán úgy adódott, hogy megérítsen a történet továbbélése, és megértsem az emberi viszonylatokban a gyűlölet lehetőségét, és dolgozzak azon, hogy a keserű párhuzam soha ne lehessen levonható. Biztosan tudom, hogy ezt nem elégszer elmondani. Az emberiség újra és újra elköveti azokat a bűnöket, amelyek való feloldozást soha nem kaphat senki. Megérti, majd újra kezdi. Mindig újra. És nem keresünk egyetemes érzéseket, értékeket egymásban. Nem keresünk azonosságokat, csak elhatárolódásokat. Személyes felelősségként tüntetjük fel a kirekesztettek szegénységét. Pedig az ő életük is ugyanúgy szerveződik, mint a miénk. A magukkal hozott tudás, szokás öröklődik tovább. Épp úgy, mint nálunk. Az ő gyerekeik is teste épp olyan, mint a miénké. Csak egy kicsit barnább a bőrük, és hamarabb lesoványodnak. Hamarabb felnőnek, és hamarabb meghalnak. Lám, most én is így beszélek, ők és mi. Hova lesz az általam jól értett egyéni és közös? A test, amely a természet törvényeinek egyformán engedelmeskedik. Miért nem tudok én sem egyetemesen gondolkodni ebben az összefüggésben? Talán, mert a kor, amiben élek, megosztó. Néha úgy érzem, ketté szakad a világ, és én, miközben testem az egyik felén áll, karom kétségbe esetten kapaszkodik a leszakadó másikba, hogy tartsam, hogy el ne engedjem. Nem tartozhatok oda, hiszen én nem vagyok cigány, de a helyünk egy a világban, amit egységben kell tartanunk. Mióta velük dolgozom, megértettem, hogy így, ebben a közegben, melyet ők maguk és a többségi társadalom rak össze és nevez élettérnek, nem lehetnek mások. Sem ők, sem a gyerekeik. Meg kellett értenem, hogy a kezemek, mely segítő feléjük nyúl, gyakran ellökik, néha meg is ütik. De nekem mindig újra nyújtanom kell, mert az ő reakcióik zsigerileg beépültek már, nehezen szétosztható gyanakvásokkal, a nyomor szervezett taktikákkal, más élettapasztalattal, mint ami nekünk, nekem van. Hiába minden kikiáltott másság van, amiben nem különbözünk. A születésben és a halálban ugyanúgy veszünk részt, tehetetlenül engedelmeskedve a természet törvényeinek. Közben az élet másképp, ám mégis egyformán töri meg a testet és a lelket. Az pedig, hogy ezekről a dolgokról mennyit elmérkedünk, hogy olvasunk-e verseket, festünk-e képeket, az kulturális közegtől függ. A szerencséseknek kezébe akad ez a csodálatos könyv, másoknak elérhetetlen, fizikailag és tartalmában is. Rossz látnom, hogy mekkora ez a szakadék. Talán egyszer megszűnik majd. Ezért dolgozom. És köszönöm a Ligetnek, hogy ezzel az antológiával előtt adtak nekem. Elikertem zsáját, violám, gyönyörű szép rózsám. A te szemed fekete, az én szívem belepte. Gyönyörű violám, gyönyörű szép rózsám. Szemöldököd szivárvány, a homlokod kőmárvány. Gyönyörű violám, gyönyörű szép. Hajad le van eresztve, tested frissen feresztve, gyönyörű violám, gyönyörű szép rózsám.
Mindahányan, akik most itt vagyunk, a Liget testető című antológiájának bemutatóján, akár a nézőtéren ülünk, akár itt a pódiumon állunk, annyiban vagyunk, külön-külön és együttesen is, amennyiben a térben maguknak helyet szorító és helyhez kötött testek vagyunk. Hús-vér lények, akik ugyanilyen testek testi találkozásából lettek, és testekből, édes anyatestekből jöttek a világra, ahogyan ezek a testünknek életet adó testek is, testekből bújtak elő egy koron, egyik a másik után, a nemzedékek végtelen láncának személyként, és biztosíthatom önöket, hogy egyszer testekként, testileg fogunk eltűnni a világ képei közül, vagy távozni a testi világból kihová? Isten kebelére, a mennyei királyságba, az örök vadászmezőkre, a nirvánába, a semmibe, hiszen ma már mindenki azt a túlvilágot emeli le a vallási szolgáltatók és üdvkereskedők világstandjának polcairól, amelyik a legrokon szembesebb neki, olykor egyszerre többet is. De ha tudjuk is, hogy testek vagyunk, ez a tudásunk nem puszta testi mi voltunkból következik, hiszen se szeri, se száma a születő és meghaló testeknek, amelyeknek nemhogy világos fogalmuk, de sejtelmük sincs arról, hogy testek. Nem, abból következik ez a mi tudásunk, hogy különleges testek vagyunk. Olyan testek, amelyekben kicsirázott az arany öntudat. Kigyúlt az értelem világossága. Olyan testek tehát, amelyek a testi létezés adottságára ráeszméltek, vagyis belülről megkettőződtek, reflektáltá váltak. Egy szóval kikerültek a paradicsomból, ahol Hegel örökbecsű szavait idézve csak állatok maradhatnak meg, emberek nem, és ahol nincsenek testek. Ahogyan nincs idő és nincs halál. De mert a test adottsága csak a testi létezésről leváló, reflektált szellem, öntudat, személyes én számára válhatott testé, ugyanez a szellem könnyen alkothatott magáról olyan képzetet, hogy ő nem test, hanem valami egészen más, és máshonnan is származik. Így vált az öntudat számára, mellékes mikor milyen név vagy címszó alatt lépett a kultúra színpadára, lélek, szellem, személyes én, belső ember, így vált az öntudat számára a természet fizikai törvényeinek alávetett és kiszolgáltatott test, a hús fájdalmaival és örömeivel, csábításaival és gyötrelmeivel ellenséges hatalommá, titokzatos másikká, tolakodó idegenné, ördögi csábítóvá, fékezhetetlen állattá, telhetetlen szörnyé, személytelenebb változatban pedig démonikus helyé, okollá, börtönné, sírrá, a lélek porhüvejévé, a bűn edényévé, az öntudat héjburkává, az én tokjává, vagy újabb metaforával hárverévé. A szellemi öntudat ilyen formán nem testként, sőt, antitestként lépett a metafizika, és egészen a kereszténységig a vallás színpadára is, mintha a test, a szellem, a lélek, a belső ember tartózkodásának alkalmi vagy átmeneti szintere, aféle kényszer lakhelye lenne csupán, ahonnan mielőbb meg kell szabadulnia, hogy visszatérhessen a lélek igazi hazájába, a fény hazába, a teljességbe, oda, ahonnan elhurcolták, és a földi lét fogságába, a testi lét döblöcébe vetették. Így fogták föl a testet a sztoikusok, a neoplatonikusok, a gnosztikusok. Plotinos például szégyelte, hogy teste van. Ezzel szemben az evangéliumi Jézus Krisztus, és ebben áll a kereszténység nagy fordulata,
nemhogy nem szégyelte a testet, hanem magára öltötte és megdicsőítette. Nem úgy öltötte magára, mint valamiféle ruhát, ahogyan a gnosztikus evangéliumokban olvasható, hanem mint valóságos húsvér testet. Az ige megtestesült. A megtestesülés görögül en szárkózis, latinul inkarnáció, oroszul vaplasénye. A megtestesülés felfoghatatlan csodája és egyszerűen persze botránya a korabeli zsidók és görögök szemében abban állt, hogy az abszolút testtelen, tisztán szellemi, láthatatlan, körülírhatatlan Isten hús-vér testé lett. Hologos sarx egeneto, latinul verbum caro factum est. A János evangélium ismert passzusában, amit az előbb idéztem, az ige testéről vagy testére minden szónak külön nyomatéka van. Az ige Isten, vagyis a fiú Isten, a második személy Isten, nem magára veszi az emberi természetet, nem belebújik a teremtmény szolgai alakjába, hanem hússá, vérré válik. Mégpedig, mint ismeretes, a két természet, az isteni és emberi összekeveredése nélkül, ám szétválaszthatatlanul. Így is hal meg, hús, vér, testi emberként. Valóságosan, testileg szenvedve el a gyötrelmeket és a kínálat, és épp így valóságos, ismétlen hús-vértesti mi voltában, megdicsőült testként támadt föl a halálból, nem levetve magáról a testet, hanem megdicsőítve, vagy ahogy az ortodoxok mondják, átistenítve azt. E kifejezetten keresztény testfelfogást örökíti meg nagy lírai erővel Vas István húsvétiének a testről című versében, amelyet imént hallhattunk Fodor Tamás avatott tolmácsolásában. A megváltás műve tehát nem a testtől, hanem a testi haláltól, vagy másként a test halál, a test halálától való megváltásnak a műve. Nem a testből szabadítja ki a lelket, hanem a testet szabadítja ki az idő, az anyag, a bűn fogságából, a halál tömlöcéből. Idő többé nem részel. Nem felszámolja, megszünteti a testet, mint rosszabb, bűnöset vagy a büntetés eszközét, hanem feltámasztja eredeti mi voltában, ádámi mi voltában, paradicsomi mi voltában, átisteníti, valami egészen másfajta, romolhatatlan testé változtatja át, ahogyan azt Jézus átváltozása, vagy színeváltozása, metamorfózis, transfiguráció, teobrazsénye előrevetíti. A haláltalanná vált test a megdicsőült test. A modern individuális lírában a test mint önálló, kiemelt fontosságú lírai téma, mint lírai hős, vagy lírai tárgy viszonylag később jelenik meg. A 19. században a lírai én jószerével nem testesül meg. Nem tekint testként önmagára és másokra. Test nélküli hang, vagy elvonta körvonalazott árnyalak marad, aki számára nem a test, a testi lét a legfőbb egzisztenciális probléma. De ugyanezért, amikor ez a magányos én, a bús egyén Tóth Árpáddal szólva ebből a kötetből, kihátrál minden közösségből és minden abstrakcióból, és szembe találja magát testi léte egzisztenciális valóságával, akkor a testet, mindenekelőtt saját testét, idegenül, titokzatos másikként, az ént megsemmisüléssel fenyegető, vagy vele szemben közönös, rémületes gépezetként metaforizálja, mint például éppen Tóth Árpád a Test csodája című versében. Máskor a test a tudattal a furcsa lakójaként, az alattomos, vagy épp szánalomra méltó, mert elcsökevényesedett, agyonsanyargatott, tudat alá nyomott kis szörnyként jelenik meg, aki az eszmélet fénylő tavának mélyén lakozik, és innen mászik elő nap mint nap
ahogy a Nemes Nagy Ágnes lenyűgöző versében, a Szörnyben valósítja meg ezt a gondolatot. Se szeri, se száma az antológiában azoknak a verseknek is melléjük helyezett, a verseket értelmezve folytató jelentésüket elmélyítő képeknek, festményeknek, amelyek ilyen elidegenítően képezik le az egzisztáló én és a test viszonyát. Inkább agnosztikus hagyomány, új életre keltő egzisztencializmus, abszurd, semmint a keresztény inkarnáció és a feltámadás húsvéti pátoszával. De akár a test antik római, akár keresztény, akár gnosztikus hagyománya folytatódik és értelmeződik át a versek testi metamorfózisaiban, a születő, a szenvedő, a szerelmi aktusban egyéválló, a halál által elválasztott, vagy a kiterített, halottaságyon fekvő és feltámadó, feltámasztott testek lírai képeiben, esztétikai értelemben az antológia minden egyes verse a művészi forma révén átváltozott és megdicsült test mellett tesz cáfolhatatlan tanúságot. Sehol se lennék nála szepetén. A haja, mint a tenger hamsere. A háta új vonalú boldég. A lába, mint egy hegedű futam. Szele két vízpárás tó, melle kövön hívó madárhang. Szomjúzó szemmel vándorolnék, sehol se lennék nála szepetén. Pedig lehet, hogy a világon nem ő a legszebb, az abszolút töké. Az élők tarka csarnokából kifogás szólhat talán ellene. Lehet egy hím sűn ellene vetni. Hajszálain nem elég szűrós voltát. Egy elefánt lábai könnyed karcsúságát. Egy csiga biga, hogy a háta nem elég csavart, csak két szeme nem ül elég szexetüles kocsánya. Vagy egy bika, hogy gyönyörű melbibói nem elég hosszúak. Én mindezekkel mit törődöm? Mit bánom mindezt? Tudom. A föld azért lett, a légkör azért surrant, az élet azért zendült, és az állatok azért szeretkeztek hosszú és titkos évezreken át, hogy ő egyszer formába szökjön. Bátran kiáltom a világba, szép ez a lány, ragyog, tündöklök, minden ízemnek tetszik, minden íze, ő a legszebb. A mindenség kagylójában ő a gyöngy. Létezik olyan, hogy eklektikus szerelmi költészet? Ha nem, akkor ez itt micsoda? Az ember hím a címben, meg a nyitósorok, szép ez a lány, én nékem tetszik, aféle tornácos, rusztikus, hunakeszkerült galambol felütéssel indítják a verset. Aztán jön a fiatal Adi hangja, ami egy pillanatra felidézi a benszülöttek ősi termékenység szertartásait is, hogy azonnal átcsapjunk a kozmogram korszak jellegzetes trófáiba. Rögtön kettőben. A védjegyélet egyetlen lélegzettel az ősrobbanástól napjainkig ismétlő sormintás rafinériájába. Ekkor jön egy váratlan csavar. A gondolatritmusra építés megmarad ugyan, de a tengerhapsájemmel, hegedűfutammal, újvonalboltével és kövönhívó madárszóval hirtelen meghökkentően finommá, innovatíva líraivá puhul a dikció. Ettől talán még a költő is megrettem, nyugtalanság fogja el, gyorsan beilleszt hát néhány etüdöt a gyerekverseinek a világából,
A csigabiga szexefiles kocsányával indult fricskát azoknak, akik azt várták volna, hogy most aztán végre elmozdul valamilyen klasszikus versforma, vagy komolyodni készülő elbeszélői bóz felé. Tankóból hiányzik bármi, ami a József Attilai gesztusra emlékeztetne, aki úgy ült neki az óda megírásának, hogy itt most kérem, a világi darab legszebb szerelmes verse születik meg. Nem. Tankó visszanyúl a nyitóképekhez, motivumokhoz, szavakhoz, természetes, hiteles sugárzó vallomással kerekítve le az éleket. A mindenség gondoljának gyöngye bizonyosan nagyon-nagyon örült neki. Bennem csak az motoszkál annyi tankóval töltött óra után, hogy vajon miért kellett a mesternek három sorba tördelnie, hogy hosszú és titkos évezreken át. Bajtársam az égszín pillantása, kisasszony fürget lyuks alakú lányos arany, vagy szűz most szepeget. Mit akarsz te, bolond tréfát? Ez? Tűzben a tűz okozó még sibogatni sem mert. Hát, ha benyitnak, sínylet még meg a gyetyke kacért, hogy hamar remegése fölé már pikasúj nehezül, inkább karmolt és harapott, csokkal borítottam, széjjel nyílt ajakát és ragyogó fogait, váll a fehérét, mellekupoláit, lenke csipőjét, táncos tűrte közé csúszva kerest ma ést. S vágyam nedveszekelt szomjára, s a gyűrt tokolyában. Szégyeltem magamat, s ráharagudtam ezért. Fejemet megölelte anyásan csúnya, te jó volt. Most könnyebb te neked, hadd csacsi, majd ne csinálj. Simogatott szeliden, s hadd unnyal, uram, ki elégül. Karba ragadtam a lányt, fölfalom ezt a rigót, arca hevült, piheget, szétszaggat, szvári, kicsit édes gyűrött rongy a ruhám, összenetébb levetem. Egy kapcsot kinyit, és már röptem a székre a szoknya néhány könnyű rúgás, lenn a sejem bugyogó, és mit tarka rugába borít a szokás a szemérem, titkon a párja elé, mesztelenül kibomolt, lázban rája vonultam, szerte vetette bokáit, hátamon átkulcsolt, hátta az ágyra bukott, így ford össze tüzes zivatarral tett levegőben, láncs fiú egy testé, két fejű ősi alak. Szégyenkeztek a lány szoba tarka cserép figurái, nézni se merték szép szente kisasszonyukat, mint cica nyomulkolt, mint haldokló hattyú vonaglott, s rendben nyögött a kis ágy, tűrve vihart meg esőt. Szép pajtásom, akit már sokszor öleltem a táncban, vittem mesztélláb ölben a csermelyen át, tudtam a kedvét, és pici csókját, s röpke pofonját itt velem egy, mégis távoli, új, idegen, fénylő, fürge tekintete, most kötvágyú tehén szem, asszonyi lett, megadó lángba borult szerető. Végül a hölgy pityeregeves a párna bupacba gurulva hátat fordított. Jobb neked így, te betya? Kértem súgva, bocsáss meg. Hátra vetette fejét, és kék szeme rám ragyogott cinkosan, és kacagul. Micsoda botrát okozott a vers 1964-es újírásbeli megjelenése. De végre felszabadultan lehetett nevetni az egyre terebélyesedő, abszurd epizódokkal teli, s persze generált botrányról. Ahogy Kornos István írta, mindenki olvasni akart, ahogy felháborodhasson, s 30 év alatt összeálló, páratlanul gazdag életművével nem szerzett őres annyi olvasót magának, mint ezzel a hírhetre torzított sikerrel. Bizonyára kinyomozhatatlan,
ki volt a botrány elindítója, legfeljebb feltételezhető a legközönségesebb változat, hogy egy státuszában bizonytalan, jó pont ért átcsingózó, túlbuzgó párt vagy minisztériumi hivatalnok, az őszinte, magánemberi megnyilatkozások csak hordalékok lehettek, mint a sok gyerekes unokás győri férfi Kádár Jánosnak címzett levele is, amelyben az illető a pártfőtitkár emberi erényeit emlegetve kéri, személyesen vizsgálja meg a vers társadalmi veszélyességét. Talán ez volt a legmulatságosabb, hiszen a korszak névadóját még elkötelezett elvtársai, illegalitás és börtönbeli bajtársai is faköpűnek nevezték. Elképzelhető-e komikusabb jelenet, mint hogy Kádár elvtárs maga latolgatja, esetleg PB és KB tagokkal tanácskozik, mennyire árt ifjúságunknak ez az erkölcstelen vers. És nem titkolható, azért is röhögtünk akkoriban, mert annyira nem illet a szüzetet meghágásra serkentő szerep az alacsony, kerekarcú, kapamangú vörösre. És a korra ugyancsak jellemző művalhé, amelyben minden résztvevő alakítása egyszerre volt ambivalens és vígjátéki, tovább dúsult a ténnyel, hogy nyugaton, hó, borzalom, a magyar műhely kiadásában megjelent a Tűzút kötet, benne a Ferry Spring, a hétrészes ciklus műfaj meghatározó alcíme, freskók és stukkók egy vidám színházban. Vörös, miután itthon megjelenése egyre nehézkesebb, már-már reménytelen lett, kapott a lehetőségen, de a számára is meglepő méretű botrány közepette kompromisszumot kötött a hatalommal. Márciusban cikket írt az Élet és Irodalomba, tiltakozás egy kalóz kiadás ellen címmel, azt állítva, hogy a külföldi kiadás tudta és engedélye nélküli. A nyilvánvalóan képtelen kijelentése beírte a pártirányításos kiadói főigazgatóság, a költő behódolását, mint egy kipipálták, és a magvető rekordgyorsasággal megjelentette immártoni környezetben a verses kötetet. A könyv köszöntés című előszabát látom, lelkesedésemben jól összefirkáltam, és évtizedek során különböző egyetemeken tanítva annyit idéztem, hogy utolsó bekezdése memoriterként megragad bennem. Nem állítok sikert és dicsőséget a jelentől, még kevésbé a jövőtől. A költők úgy gondolnak az utókorra, mint csalhatatlan isteni ítélőszékre, pedig taknos csecsemő, örüljön, ha kicserélem a vizes pelenkáját, nekem ne osztogasson babért. Birkózzék velem, mint kisgyerek az apjával, és a birkózásban erősödjék. Mihelyt számára elfogadható leszek, szabályokat és gátakat farag belőlem, még síromban is azokkal tartok, akik nem tisztelik ráfogott vagy valódi rigolyáimat, bátran túllépnek a bealanyozott hülyén, olyan kezdemények és tetők felé, amilyenekről én nem is álmodhatok. A prózai vallomás hevülete, a szabadságérzést mindig kísérő öröm hatja át a Ferry Spring 6. cím nélküli darabját, az antik eklógaként megismert verset is. Jobbnak tűnt talán elrejteni a botrányos művet? Nem, fordítva történt. A folyóirat közléshez emelte ki Vörös az önállóan is megálló darabot. A versben így hangsúlyosabb az időtlenség, vagy inkább az örökérvényűség. Elbeszélője a Vergiliuszi eklógát, a Shakespeare-i tündérkedő erotikát, a rokokót, szecessziót is megidézve, de tisztán, stílus zagyvállás nélkül mesél, szeretkezés gyönyörét.
szemlél benned gyönyörködik most a férfias ízlés. A csúkfondáros olnék azt mondanám tán, magas kövér dög, mondd, hol dagadtál meg ennyire? De én, derűs férfi, látom a művészi valóságot. Izom sonkáid, két nehéz combod, melyből meggyullad a képzelet, s inkább illetően így köszöntök rád. Üdvözlégy, te száz kilós, te mosolygó vasú tündér! Lám, ilyenre fájt a fogam, ha írt markolnék mindenki. Büszkén vallom, lásd, te kell lesz néken, drabális húszomor, immár! Téged kíván a méltó férfi képzelet, bármint üvölcsön is a bárgyú nem botránkozó. Ki az? Az étvágy nélkül ki téged még mindig csúnyára fél. Ki az a szegény? Jöjj, kísérts meg! Kemesd a te kövér sejtől duzzadt körte emlőid közé, sárkott arcunat, Rubens is szeretni. Hadd piosodjék ki hófehéren fénylő bőröd áldott melegében, mielőtt végképp megszégyenülnék a férfi vénység őszi polgatában. Berda József élet étvágya nem csak a konyhaművészet egyszerű fogásaira, hanem a természet lélekülítő szépségeire is kiterjedt. Esztétikailag mindenevő volt, csak a krüdériát vetette meg. Egy fiatal leánytes gyümölcsillató hangvas húsát épp oly áhítattal dicsérte, mint a hajnali kenyérsütéskor fürkén hajladozó pékregények izmait, vagy a termetes, teltilomó kofa asszonyokat, akik a betető falatokat kínálták az újpesti piacon. Az örökké éhes költőnek a kövérjelző egyenlő volt a széppel, a tetszés felső fokát, a bőséget, a biztonságot, a jólakottságot jelentette. Amikor az ínyére való étkeket leltározta, épp hogy érzéki élmény járta át, amikor, mint amikor testi migortokban pusztus kertől ábrázolta a számára vonzó embereket. Rubenszi szeretőként becézte a túlsúlya miatt sokat gúnyolt mázsányi asszonyságot, noha versteremtő fantáziáját nem a barokk festő teli vérnő ábrázolásai hozták lázba. Ő a tápláló ősaját, a termékenység bálványát, a kőkorszaki Illendorfi Vénusz alakmását fedezi föl az izomsonkáktól dagadó mosolygó vas tündérben, akinek körte emlői közé fészkelődve soha többé nem kellene tartania az életét kísérő éhezést. Thank you.
vállalását jelzi. Akarom, mert ez ús merészség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a szem nagy óceánba. A költő titáni küldetését titáni szeretni tudása is igazolja. Ölelése, mint minden gesztus a sors esemény. Csókja kitágítja a hétköznapok szűk terét, megszabadít a létezés szorongásától, kozmikussá táguló vágya a percen túl aligra kielégíthető. A szerelmi lázban ott kísért a kihozanodás, a zuhanás, a kárhozat. Teljes kielégülést a halál ígér csak. Az örök hajszából a halál nyugalma felé törő képzelet előbb megszünteti a másikat. Ebben a versben az asszony lélektelen test, sőt test töredék, száj, nyelv, kar, kéz. Majd saját testiségét is kioldja. Az örök vártól gyötört férfi test, ez a kényes szent szerszám, ahogy egy későbbi versében nevezi, az érzékeléstől elkötve csontvázzá válik. Mint Adina általában, nagyon közel van itt is az üdvösség és a kárhozat, a test és a lélek, az epe és a víz, a kacaj és a sírás. A vers ritmus a hipnotikus ismétlésekkel és a kurta negyedik sorokkal, mintha az ösztönös indulat erejét sugalná. De naiv értelmezést kikezdi a tudat a hatodik sorban, és a háromszoros akarom. Először beszappanozunk alaposan, ezzel mint egy megteremtjük a további lehetőséget. A hab egyenletes vastagsággal fedjen mindenet. Fedje a kiserkent szőröket, a leányarc gyilkoló dárdákat, arcon feketítő drót sövényét, nyársort, egy lehetséges szakál világító tornyait. Tegnapi lustaságok felkiáltó jeleit, a testi elhanyagoltság ebbe bizonyítékait. A szappanozás a szörgyilkolás megalapozása. A gyermek bőr visszacsalásának letéteménye. Egy szép hazugság mindenki örömére. Oda kínálom habos arcom az örvendező pengének. Jobb oldalon kezdtem, fülem mellett majd lefelé, fel aztán balra, gondosan egyenletesen. Közben a borotvát néha a csap alá tartom, szépen fényesedik a pofám, mintha bolygó se lenne, úgy ragyog, úgy simulkodik. De ha a császár vagy a viadalt irányító más előkerőség lefelé, többek szerint inkább maga felé fordította a hüvelykujját, azzal feljogosította a győztest, hogy Recipe Ferrum fogadta vasat kiáltással ledöfi áldozatát. De kit, mit öl meg, aki a tükör előtt csendben borotvált? Csak a szőrt gyilkolja. A gyermek bőr visszacsalása, szép hazugság mindenki örömére. Úgy tűnik, éppenséggel a szőr eltávolítása az, ami az arcbőrön szétterített szappanhab módjára elfedi a testi-lelki tüneteket. Az öregedést, az elhanyagoltságot, sőt a gondokat. A vers megcsömörölött hőse benső természete szerint akkor is borostás, rosszkedvű önmaga marad, ha kívül szépen fényesedik a pofája.
Ez a 70-es évek végén keletkezett bugyoros, önironikus vers az egész Kádár korszak egyik alapműködését is bemutatja. Folyton azt a látszatot kellett kelteni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Rendezett hajviselet, ápolt megjelenés, borotvált mosoly. Hiszen a lét szennyeit szemérmetlen mutatja,
s még szennyesebben a halált. Kagyolt és bogarat páncélvén, csöndben épül a kristály, és anyagok örök cseréje nélkül érik fényjé a föld alatt. De születik-e majd, barátaim, a testünk mocskos titkaiból? Születhet-e mi bennünk egyetlen tiszta gondolat?
Pajtás, úgy fest, alul maradtál, hétel és törvény szerint. Tögödre már hién a szaglász, s a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángáltak el. S hogy irhában kiosztozik most, vérebb, veréb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt? Gyöngeség? Nem értem. Félsz? Gőg? Szemére? Nem tudom. Talán csak undor. Jól van így is. Megnyugszom. Ámen. Úgy legyen. Inkább egyenek meg a férget, mint hogy a férget megegyen. A forma egyszerű és hagyományos, mint egy verés. Jambikus lejtésű 9, illetve 8 szótagú sorok váltják egymást. Mindig a páros számú sorok, mintha abroncsok volnának, rímelnek, ezért az egybecsengéseknek csattanó jellegű. Ez az önmegszólító verstípus jól alkalmazható önszembesítéskor, s hogy a szöveg kettéosztotta a tudatot, jelzik a sűrű gondolatjelek is. A beszélő adottnak veszi, mindenki érti az angol nyelvű címet, amely Charles Darwin törvényére, tételére utal, ez karinti korában még alkalmas volt a világnézet rengetésre, az ember nem Isten teremtménye, hanem évmilliók során emelkedett ki az állatvilágból, csak a legerősebb maradhat fönn. Az első két versszak lakonikus állapot felmérésébe ezért kerül a hiéna és a varjú. Ugyanakkor az irónia, a megszólítás, pajtás, és a szójáték vérebb, veréb már is távolít. Ez a versség segít a vereség elviselésében. Ahogy segít az ellenfél kisebbítése, apró vadak, és az értetlenség is, amelyel a beszélő önnön viselkedésén többenek. De ezek, különösen a gőg és a szemérem, már az ember tulajdonságai, sőt, kiváltságai. A vers végig tudatában marad az ember anyagszerűségének, mint minden testet, az emberét is férgek rágják szét, másrészt a féreg metaforizálódik, az elállatiasodott léttől elforduló undor jelképe lesz, a bestialitás és a bestiális erőszak elutasításának metaforája. A végső csattanó nem csak az evés-féreg aránypár megfordítása miatt hatásos, hatásos és hiteles maga a versbeszéd is, hiszen a számvetés és végül a döntés mögött egy tudatos, gondolkodó, cselekvő ember, pajtás áll, aki épp e beszéd révén emelkedik az apró vadak fölé, ami igazán emberi, a vers révén, vers közben haladja meg azt, amire a cím utal, a törvényt és a tételt. Soványok és nagyon szomorúnak, égérő magasságot húznak, csurgó nyáluk színezős szakáll. Botorkálnak értesedett lábbal, igályokon a vésett tűnkával, lángoroszlán hátukon a nyár. Porvirága hajlik patáikra, lengő farkuk aranyboltos inga, méri-méri a füllett időt. Muzsikált az óriás raboknak, csak az apró láncszemek csacsognak, s lázadásra nem gondolnak ők. Önmagukban néznek szomorúan, kék szemüknél vastag bosszúban, feketélnek hemzsegő legyek,
Nem bömbölnek liliomüszőkre, bentőjükben a víz dübörögve ringatózik, mint a tengerek. Legelőre cammognak vasárnap, szarkaláb és ménta között járnak, alkonyatkor szájuk trombita, elbúsít, a lomb rezeg a fán, csillagpattog, s hétfő hajnalán, nyakukra csúszik újra az ika. ...1944-ben az oroszok által felgyújtott Iszkázon egymás tudta nélkül menti az állatokat a 19 éves Nagy László és édesapja. Nekik mindenük oda lesz. A gazdálkodó család túlélését egy csikó mellett két rokonoktól kapott marha jelenti. Busa és Sörös név szerint is megjelenik Nagy László verseiben. A fiatal költő fő témái faluja mindennapjai adják, hangján érződik a népköltészet hatása. De míg egy házi állat sohasem reflexió, netán empátia tárgya a hagyományos gondolkodásban, a szántóvető nem helyezkedik bele munkaeszközének érzéseibe, a paraszti sorból kitörni készülő érzékeny fiú számára az, és jóval több annál. A szomorú ökrök sorsa az ember drámáját rejti. A vers egyszerre gyönyörű és gyomorszorító, makro és mikrovilág, szenvedés és szépség ellentétes képeit veszíti egymásnak, népies és naturális motivumokat kever. A nagyon különböző minőségek mégis egységes költői világba illeszkednek, melyet átsző és kozmikus magasságba emel a mi tizedás.
amint lassan felült, balvállat állt, egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a kéz, mert feltámadni épp olyan nehéz. A háromnapos, már bombótestű halott feltámasztásában Jézus kálváriaja és harmadnapos feltámadásának előjátéka, tragikus iróniával főpróbája jelenik meg. A Csak János evangéliumában olvasható történetben Jézus utolsó csodatétele fölülírja az emberi test omlásának tapasztalatát. De csak azért, hogy az egyszeri, végső és készülődő csodával még végérvényesebbé tegye a tudást, hogy a minden testnek útja egyirányú, vissza nem fordítható. A Bibliában látszár el is tűnik a csoda mögött, nem látjuk, hogyan reagál a lehetetlenre, hisz a tett Jézusról szól, és nem arról, aki a törvény ellenére visszatér. Nemes nagy Ágnes átfordítja Lázárra a történet misztériumát. A 4-5-ös jambusra kifeszített sor pontos kameramozgással a feltámadás fiziológiáját rögzíti, a fizikai és egzisztenciális csoda és botrány kegyelmét és elszenvedését. Mert a kegyelem itt szenvedés. A bal váltájékra összpontosuló teljes élet minden izma a testi és a lelki mozgató erőket is próbára teszi. A saját halálból visszaszületés és visszaszülés azért fájdalmas, mert törvény ellen való. Frissebből rántja le a gészt, ember és Isten viszonyának nyílt sebéről, és a halálapóját lelket kegyetlenül visszarántja a romlékony test közegébe. Az első 2 sor lassú tempóját, a harmadik gyors sor brutalitása teszi végérvényessé. A feltámadott egy szót se szólhat. A saját újraérzékelhető teste nem önmagáról szól. Azt gondolom, hogy ma este mindenki kapott elég muníciót a léleknek. 2 teremmel arrébb némi munícióval várjuk Önöket, ami a testnek szól. Tartsanak velünk egy kis focintásnak.